A magyar népi viseletek közül a kalotaszegi volt, amelyre a legkorábban felfigyeltek. Varrottasaik, ruháik már az 1873-as bécsi világkiállításon nagy érdeklődést keltettek, s a korabeli képzőművészet és iparművészet magyar formanyelvének kialakításában is példával szolgált ennek a tájnak a népművészete. A magyar néprajzi tájegységek tanulmányozása is itt kezdődött. Kalotaszeget Erdély szívében találjuk, Kolozsvártól nyugatra mintegy 40, egészében vagy részben magyar laktafalu alkotja. Három nagy altájegységre szokták osztani, a Felszegre, az Alszegre és a Nádaspatak menti Nádas mentére. Méra 1200 lelkes falu, Kolozsvártól 15 kilométerre. Lakosságának kétharmad része magyar. A faluban a paraszti munkának, a bivajtartásnak, tejfeldolgozásnak van hagyománya. A környező falvakban vajasoknak hívják a méraiakat. Kolozsvár piacain árulják a finom tejfölt vajat. De évtizedek óta nagy a keletje a vidék varrottasainak, gyöngyhímzéseinek, gazdagon hímzett ruháiknak is. Azt szokták mondani a kalotaszegi viseletről, hogy virít, de nem rikit, és hogy olyan, mint egy színes erdei mező, tele színnel, szépséggel. Azok közé a viseletek közé tartozik, amelyek nagyon jellegzetesek, könnyen felismerhetőek. Az itt élők pontos rendszer szerint tudják, hogy mikor, mit kell felölteniük, mit illik nekik, sőt a közösségi ízlés azt is dirigálja, hogy mikor kell levetniük, tehát elhagyniuk egy-egy színt, egy-egy viselet darabot. Hogyha ránézünk egy viseletes nőre, akkor tudjuk azt, hogy férjezett vagy lány még, körülbelül a korára is következtetni tudunk, sőt, arra is, hogy éppen Kalotaszeg melyik falujából való. Hiszen minden falunak megvannak a sajátos jellegzetes motivumai, még ma is készítenek minden lánynak viseletet konfirmálásra, és az asszonyok, az 50-nél idősebb asszonyok ma is viseletbe járnak, tehát a mindennapokra és az ünnepekre egyaránt ma is újabb és újabb ruhákat készítenek. Ez a viselet nem állt meg egy fejlődési fokon, hanem állandóan változott, állandóan gazdagodott, frissült, újabb és újabb divatok alakultak ki. És ahogy mondanánk, kicsit most már a ló túlsó oldalára átesett, hiszen az önmagáért való díszítésnek, gazdagításnak most már egy olyan pompáját próbálják gyakorolni, amelynek már nem sok köze van a régi kalotaszegi viselethez. Azok a ruhadarabok, amelyeket ma látunk, elsősorban mérai viseletek, a 20. század 20-as éveinek végétől a II. Világháború végéig, hiszen ez az az időszak, amikor még a hagyományos ruhadarabokat készítették, hagyományos motivumok használatával. Nádas mentén sokkal több rátétet, pántlikát, gyöngyöt, frittert használnak. A hímzett felületeknek az aránya is sokkal nagyobb, mint a Felszegen például. A Nádas mentén belül pedig a különböző falvak között elsősorban Vistának és Bogártelkinek volt irányító szerepe. De működött a különböző falvak közötti mintacserebere. Tehát, hogyha egy mulatságban, elsősorban a mulatságok, a vásárok voltak azok az alkalmak, ahol találkoztak az emberek. És hogyha ott egy új darabot láttak, akkor elkérték, levarták. A női viseletben, ami igazán csak Mérára jellemző, a pártának a színezése. A Felszegen is, tehát Kalotaszeg többi régió részeiben is, és Nádasmede más falvaiban mindenhol a fehér gyöngyhöz, csigagyöngyhöz, teklagyöngyhöz más színű, általában piros-zöld, apró gyöngyöt, frittert is kavartak, tehát azzal díszítették. A mérai párta meg teljesen fehér. Csak a makján, a kiálló kis végein van egy-egy színes gyöngy, illetve a makkok között egy-egy piros gomb. A hátsó részén pedig a többi falvakban készen vásárolt brossokat tűztek és tűznek ma is,
míg Mérában egy gyöngyszövéssel, apró porcelángyöngyből készült díszítmény kerül. Itt címeres párta hátsó részt láthatunk. Maga a gyöngy használata a 20-as években vált divatossá, és itt Kalotaszegen, elsősorban a Nádas mentén. A 30-as évek végére már általános volt, hogy először a fehér és a sárga gyöngyel pótolni, hiszen ezek voltak azok a színek, amelyek nagyon gyorsan szennyeződtek. A gyöngy pedig nem mocskolódott, nem őszült, ahogy mondják, tehát a színét sem nem fakult meg, és utána pedig a többi színt is a gyöngy kiszorította. Mérában, és hát egész Kalotaszegen háromféle szoknyatípust viseltek. Az egyik a bagazia, ez egy lepelszoknya, amelynek a nyitott elejét elül felhajtják és az öt betűzik. Ez fekete vagy kék klótból, itt szaténnak nevezik, készült. A farát csipőnél tehát rúsan darázsolják, kihímzik. Az alján, a szoknya belső részén pedig egy posztó vagy básoncsík fut végig. Azt szerint, hogy milyen alkalomra készítették, tehát mit célból, ünnepi alkalomra, vagy éppen viselőnek, változott ennek a posztónak a szélessége is, az alapanyagnak a minősége is, hiszen a nyomtatásos básony például az század elején nagyon drága volt, úgyhogy az nagy ünneplőnek számított mindenképpen, illetve az ünnepi darabokat hímezték is. Azt szokták mondani, hogy Kalotaszeg egyébként addig tart, ameddig a muszúj ér. Szinte egész Kalotaszegen a muszújnak, vagy ahogy Nádas mentén nevezik, a bagaziának fellelni maradványait. Itt Mérában 40 év szünet után, hiszen 40-es évekig hordták, 40-es évek elejéig, 40-es évektől pedig a 80-asig egyáltalán, ma újra készítenek minden lánynak bagaziát. A másik felső szoknyatípus, amelyet csak lányok hordhatnak, tehát férjes asszonyok már nem, üzleti gyolcsból, sűrűn ráncolt, enyhén kékítik is, és az az érdekessége, hogy mind a két oldalát használni lehet, hiszen az alsó hajtása olyan, hogy tartása is legyen, magasan fel van hajtva, és úgy van összeállítva, hogy lévén, hogy nehéz tisztítani, tehát meg nagy munka újra ráncolni minden alkalommal, mind a két oldala hasznosítható legyen. A harmadik szoknya típus az meg a színes szövetből, kasmírból, selyemből készült, vagy a hétköznapokra olcsóbb anyagokból, kartonokból készült felsénk. A felsénk, hát az a felső ingből jön, szoknya félét jelent. Nádas mentén ezt többnyire az alján karikák díszítik. A karikák azok színes csipke és pántlika rátétek. Annak is jó szabályozott rendje van, hogy milyen pántlika, melyik után következhet, milyen színű anyagra, milyen színűek találnak, és a kor szerint egy például látunk egy piros felsinget, cifra pántlikával elkészítve, tehát színes fehér, sárga, rózsaszín, zöld pántlikával elkészítve, ez fiatal lány vagy asszony viselheti, és láthatunk egy másikat, amely fekete karikával van díszítve, ez pedig már a középkorú nőnek az ünnepi viseletéhez tartozik. A Nádas mente más falujában divat volt a farát is kivadni, ugyanúgy, mint a bagaziának, ezeknek a felsingeknek is, Mérában azonban ennek nem volt divatja. Más tájegységekre jellemző az, hogy a viseletben nyomon tudjuk azt is követni, hogy milyen gazdasági helyzetben volt az a család, milyen anyagi helyzetben, akinek a lányok mondjuk felöltözött egy adott alkalommal. Itt szinte azonos kelengyét kellett előállítania mindenkinek. Igazából az alapanyagok kerültek mindig sokba, hiszen az ünnepi viselethez drágább kelmék tartoznak, kasmír, amit itt szőrnek neveznek, szövetfélék, selymek, bársonyok. Maga a gyöngy, a különböző pántlikák is elég drágák voltak, és ma is igen drágák. Hiszen a munkát azt általában a családnak a nőtagjai végezték. Maga a lány, a kislány is abban nőtt fel kicsikorától, hogy varnia kellett. Ezt látta a kézi munka görnyedő anyjától, nagyanyjától. Ebben nőtt fel.
hogy ez hozzátartozik az életéhez. A 60-as évek elejéig a kisgyerekek, fiúk és lányok egyaránt köntöst viseltek. Ez hátul záródó, ujjatlan, mellényes, szoknyaszerűség volt, amely alá kis blúzokat, ingeket, cérna parketből házilag vart, bokáig érő úgynevezett bugyigót vettek fel. Később a köntöst felcserélték lájbis fersingre, amelyet 12 éves korig hordtak. Sajnos a 70-es években megszűnt ez a viselet, mert az iskolában kötelezővé vált az egyenruha. Hordása csupán az ünnepekre szorult vissza. Viszont a hagyománya megmaradt annak, hogy a keresztanya kereszteléskor egy rendviseletet visz, amely, ahogy nő a gyerek, bővíthető. A század előn a kalotaszegi férfit a bőgatyás viselet jellemezte. Ráncos, fodor, illetve kendervászomból készült. Az anyagok összeillesztésénél fehér hímzés díszítette, úgy, mint a fodorvászon ingvállat és kézelőt. A gatya elé pedig surcot, kötényt kötöttek, amelyet a női ruhához hasonlóan színes hímzés díszített. Az úgynevezett szőttes surcot mai napig viselik a férfiak és a nők is egyaránt, például ha lakodalomban szolgálnak fel. A fiúk a nyakukra fekete klotból nyakra valót kötöttek, amelyet elől színes próféta, azaz a mérára jellemző piros-zöld színű farkas fog díszített. Az ingre vették a fehér báránybőrre színes gyapjú fonallal, hárásszal hímzett, melyre valót. A fejen az elmaradhatatlan pántlikás, szőrsallangos szalmakalap. A nagylegény jellemzője volt a gyöngyös bokréta, amelyet szerelmétől kapott. Az első világháborút követően a gatyát fölváltotta a polgáriasult pritcses nadrág. Mérában ehhez vitézkötéses, fekete posztólájbi és gyolcs ing tartozott. Az ing külön dísze volt a piros porcelángomb. A nyakra valóra 6 vagy 8 darab hosszúkás gyapjúbojt került. Pántlika nélküli fekete posztókalapot hordtak árvalányhajjal, gyöngyös bokrétával. A lábára nyáron is csizmát húzott. A bujka felső ruhadarab volt, amelyet mai napig viselnek. A nagylány és a fiatalasszony viseletében az élénk színek uralkodnak. A fehér, piros, rózsaszín, sárga és zöld, de elsősorban a fehér és a piros dominál. Az évek múlásával a színek egyre sötétülnek. A fehér kendőt a 30-as évei végéig hordhatja egy nő. 40-es éveitől sárga kendőt kötnek, és a piroshoz több zöld kerül. A középkorú nő színe a zöld, a barna, kék és piros, sok fekete dísszel. A nagyon idősek feketében járnak. A nagylány teljes viselet készletét konfirmálásra kapta. Ez azért is fontos volt, mert az volt az általános, hogy konfirmálás után rövidesen férhez mentek. Volt, aki már konfirmálás estéjén elszökött férhez ment. Vasárnapi templomozáskor, ezelőtt 5-6 évvel még szinte az egész templom, tehát mindenki viseletben volt. Ma már többnyire csak azok, akik egyébként is a hétköznapokon is viseletben járnak. Sohasem lesz már olyan többé, hogy a mindennapoknak a részévé váljon. De az ünnepeknek, a nagy ünnepeknek az lenne a jó, hogyha a részese lehetne.